Köszöntöm az Ajka Televízió nézőit, most egy viszonylag érdekes, mint általában persze, területre tévedünk, ez a városépítészet, a város ha tetszik, a város múltja és jövője, na meg jelene, és ebből az alkalom meghívtam Hornyák a főépítészt, akit köszöntök a stúdióban. Én is köszöntök mindenkit. És euh, formabontó módon euh, most azzal kezdenénk, hogy előbányáztam egy filmet a filmarchívumokból, hogy nézzük ezt meg, mint origót, kiinduló pontot, aztán persze nagy ugrással jelenbe euh, jöhetünk, de mindenképpen érdekes, hogy euh, mi volt annó, mondjuk az 50-es években, hogyan indult fejlődésnek a város, amire most azért lehet építeni. Akkor nézzük meg ezt a filmet. Hát ennyi lett volna a film, hova már a dicső múlt, ugye? A kérdésem az lenne, hogy mi az, ami eredetinek nevezhető Ajkán például? Meg tudjuk -e egykezünk számolni a műemlékeket, vagy ennél azért több maradt a régi városból? Hát ugye nagyon, nagyon érdekes, hogy, hogy mit, mit nevezünk Ajkának, hogy, hogy azt, a, azt a régi falu, kiinduló helyzetet, magot, ami, amiből várossá lettünk, vagy, vagy Ajkáról, hogyha beszélünk, akkor a városi jut eszünkbe. Tehát ez szerintem eleve nem... Ami ugye több település Égen, az már több Igazából. település jelent, hogy, 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 most mit is gondolunk Ajkának, hogy ha, ha ma, ma, emlegetjük, ma hozzuk szóba Ajkát, akkor, akkor, akkor ezt az ipari eh, gazdagságot eh, és a Ajka városára gondolunk egyértelműen. És hogyha ebből a, a nézőpontból akarjuk ezt a kérdést megvizsgálni, akkor, akkor nyilván ezt a sokrétű e, e, ipar épülő gazdaságot és, és várost kell e, megemlítenünk. De emellett nyilván nem felejthetjük el azt az alapot, amiből kiindultunk, amiből város lett Ajka, e, mint Ajka falut, abból ugye nem sok minden maradt meg, megmaradtak Ajkából a templomaink, az ajkai templomok, illetve egy kis szelete a, a, a vasútállomás környékén, ott vannak olyan lakóházak, amelyek az Alkotmány utcából, vagy annak folytatásából, Kinizs utca és környékén vannak olyan házak, amelyek még a régi, vagy a régebbi kort idézik számunkra, de de hogyha időutazásba gondolkodunk, és, és visszamegyünk egy, egy száz évet, vagy még, még, annyit sem kell visszamenni, de hogyha mondjuk egy száz évet visszamegyünk, az akkori ajkát és a mai ajkát összehasonlítjuk, akkor, akkor nagyon nagy változást látunk. Igen, ugye a helyi fotóklub gondoskodik itt az emlékek fejlődéséről, meg ugyanarról a helyről készítek fotót, és látszik, hogy hát alig-alig maradt valami, tehát teljesen átalakult a városkép az elmúlt évtizedekben, nem is évszázadokban. Így van. Úgyhogy egy jó főépítésznek ugye mindig a hozott anyagból is kell gazdálkodnia, és ebből kell építkezni a szószoros értelmében. Ön ugye említette 18 éve Igen. működik itt Tajkán, átvette az akkori örökséget, és mit sikerült azóta mondjuk a saját ötletei alapján hogy látszik az ön elképzelésének az íve a város fejlődésén. Hogyan látja, hogy visszatekintve én már csak nem két évtizedre? E, első, első és nagyon fontos dolog, azt gondolom, hogy jó időben, szer szerencsés időben lettem főépítésze a, a városnak, hiszen eljutott 18 évvel ezelőtt a, a város egy olyan helyzetbe, hogy hogy kellett már valami, valami konkrétabb, valami átfogó, valami újszerűbb dolgot csinálni a várossal, hiszen a korábbi városfejlődés, iparfejlesztés az, az valamikor ugye a 80-as évek végére elérte a csúcsát, a rendszerváltoztatás követően a korábban felépített iparágak, nehézipar az gyakorlatilag tönkrement, megszűnt és, és megkezdte az új iparosodását a város. A nagy krízisen már túl volt, megvoltak már a, a gazdasági alapok ahhoz, hogy, hogy újra lehessen gondolni a városnak a jövőjét, amit azt gondolom, hogy láthatunk is. Hiszen azért magában a Ajka városközpontban, a lakóterületeken, a, a, a társasházi környezetben azért nagyon sok változás történt az elmúlt évtizedekben. Amikor főépítész lettem a, a, városban, akkor polgármester úrral leültünk megbeszélni, hogy mégis mit szeretnénk rövid távon, mi az elképzelésünk közép és hosszú távon a várossal, azon belül a város központtal is, és nyilván nem elhanyagolva azokat a város részeket, amelyek Ajka közigazgatási egységéhez tartoznak, mert az én szememben, az én szemléletemben van egy város, Ajka. Az teljesen mindegy, hogy, hogy az Csinger városrész, vagy, vagy Tósoki városrész. Egy egészet alkot, egy várost, egy, igen, települyöks... mint hogy a költségvetés is összefogja Igen, őket, minden, ugye? Minden, is. És minden, minden. És, minden, összefog... és gyakorlatilag ott álltunk, hogy, 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 mégis milyen irányt vegyen ennek a, a fejlesztése, és ilyen fontos elveket rögzítettünk a polgármester úrral, hogy minden település résznek szüksége van a saját identitásának megőrzésére, amellett, hogy mint ajkai lakos is, büszke lehessen a, a városára, de azon belül vállalja fel, hogy ő egy rendeki, egy túlsoki, bódé, stb. városrésznek a lakója. Tehát, hogy ez a kettős identitás, ez meglegyen, mert hogyha ezt fenntartjuk, ezt megőrizzük, vagy, vagy létrehozzuk az emberekben, akkor, akkor sokkal erősebben fognak a városhoz kötődni. Tehát kis túlzás, hogy úgy építünk meg egy kultúrközpontot, vagy egy, vagy egy szabadidőközpontot, hogy számítunk arra is, hogy nem csak az ajkaiak, illetve az ajkaiak egészen, igénybe fogja venni, és hogy nekik milyen igényeik lehetnek, nem csak a szóval van. Én, 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 úgy gondolom, hogy magában eh, Ajka speciális eh, történelmet figyelembe véve eh, arra kell építkeznünk, vagy úgy kell építkeznünk, hogy, hogy vannak mozaikok, vannak a városrészek részek mozaikjai, ezekből a mozaikokból, ha összerakunk egy, egy egy egységet kapunk a végén, egy ajkát, ajka városát kapjuk. És ennek vannak rétegei, vannak szintjei. És ezeket a rétegeket, ezeket a szinteket meg kell őrizni, ezt erősíteni kell, és, és nagyon fontos. Ez akár a későbbiekben a, a munkák során ez, 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 ez oda is figyeltünk, hogy, hogy mindenhol legyen arra alkalmas terület, ahol lehet akár új családi házat építeni, hogy ott tudjon helyben maradni, hogy valaki egy rendeki fiatal, az tudjon rendeken élni tovább, ahol az ő családja, a szülei, nagyszülei, dédszülei éltek, és ne kelljen Átköltözni egy másik város része, hiszen ezért kötődik oda, hiszen ott nőtt fel, van, van egy Igen. csomó jó emléke kapcsolat. Van nekem itt része. egy néhány koncepciózus kérdésem, de szerintem menjünk a konkrétumok felé egy kicsit, hogy nehogy elunják magukat a nézők, hogy például mi újság a, a volt bánya üzemek épületeivel, amik most kezdenek eltűnedezni a, a, a környékről, hogy lesz-e azok helyén valamilyen terveznek, ugye hallottuk a tervek szintje egy múzeumi központ, vagy valami hasonló, kialakulhat ebből, mi a realitás, és mi az, ami rövid időn belül esetleg meg is valósulhat? ugye ma 21 van. Vagy 25-e van? 25-e. 26-a hónap, péntek lesz, igen. <laughs> és hónap lesz képviselő és nyilván mire ez a felvétel bekerül a, az, már a, az lesz adásba, addigra utána lesz. Tehát gyakorlatilag most 26-án tárgyalja a képviselő testület az egyik előterjesztésem, amely, amely arról szól többek között, hogy Csinger városrésznek a, a rendészeti tervét felül szeretnénk vizsgálni. E, és, és itt jön annak a az egyik nagyon fontos apropó, hogy miért is. Azért, mert úgy gondoljuk, hogy, hogy, egy kitörési lehetőséget Csinger városrésznek, hogy az ipari múltra alapozva legyen egy kulturális központ, egy legyen egy turisztikai vonzereje annak a, a városrésznek. Tehát a jelenlegi rendezési terv nem teszi lehetővé már új iparágoknak az oda települését, a meglévők működését nyilván lehetővé teszi, de abba az irányba szeretnénk azt a városrészt elvinni, hogy, hogy ott Meglévő, megmenthető, bemutatható, vonzerőt képviselő ipari örökséget megőrizzük, biztosítsuk annak a megfelelő fejlesztését, és ott létre tudjunk hozni egy olyan vonzó turisztikai központot, ami az ipari múltra alapul. És a régi kriptongyári épület, amely most a város tulajdonába került, ennek a fejlesztése van előkészületben, és Igen, ehhez, a kérdezni, ehhez hogy ugye kapcsolódóan erőmá... szeretnénk kiterjeszteni az egész Csinger város részre azt, hogy ez egy, egy egységes, jól működő, egymásra épülő, egymás erősítő programokat, fejlesztéseket lehessen létrehozni. Úgy hallottunk pozitív híreket, mi szerint az Európa Kultúrás a program keretében ugye bizonyos pályázati források is megnyíltak a kriptongyár Rekonstrukciójára ebből lesz valóság 23-ra. Tehát egy grandiózus terveket olvastam ezzel kapcsolatban. Igen, 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 igen. ennek az előkészülete tervezése folyik, és én biztos vagyok benne, hogy, hogy lesznek programok 23-ban ehhez a programsorozathoz kapcsolódóan, és ez egy jó kiinduló ahhoz, hogy csinger valóban ebbe az irányba egy, egy, egy erős löketet kapjon, hogy ott, ott ez a fejlesztés ez tovább tudjon menni. Nyilván ez egy első lépés, koncentráltan a, a volt kriptongyári, majd üveggyári épületnek, csarnoknak a, a, minimális első körben minimális fejlesztése, állagmegóvása, annak a biztosítása, hogy, hogy ott lehessen kultárs rendezvényt lebonyolítani, annak az alapfeltételének a megteremtése fog első lépésben megtörténni, de előkészület alatt áll ennek a tovább gondolása is. Az én szememben ott egy, egy, olyan kulturális élet lesz, amely nem csak simán egy bemutató hely, nem egy múzeum, hanem egy, egy olyan élettel teli e, alkotó hely, ahol megőrizve a kulturális múltat arra alapozva egy kicsit ilyen industriális környezetben e, lehessen e, így alkotni, és alkotni. alkotni. akár a szobrászoknak, egyéb képzőművészeknek, tehát hogy legyen egy olyan platform, ahol, ahol, ezt meg lehet élni, ki lehet fejezni. Én azt gondolom, hogy, hogy ennek nagyon nagy kereslete van, és olyan kapcsolataink vannak, amely, amely biztató, hogy, hogy ez valóban élettel lesz. Nyilván te... a környéke van sok alkotó, működő alkotó tábor, és egy csukló mozdulattal elnézést, ezek olyan irányba terelhetők, hogy fedezzék fel az új lehetőséget, sőt, szerintem a művészek maguktól is föl fogják fedezni, ha ilyen rendelkezésük rá. De kimondott egy varázsszót, hogy üveggyár, most megnézhetjük a helyét, a hűt helyét, lehet -e tudni valamit? Arról, mert egy város rendezési, vagy nem tudom, milyen látképi kérdés is, vagy városképi kérdés is, hogy ott most eléggé nagy űr keletkezett. Ez keletkezett, egész a, a tulajdonosom múlik hogy... Keletkezett egy űr, én feltételezem, hogy a tulajdonos nem véletlen döntött úgy, hogy azokat elbontja, ezeket az épületeket elbontja, és vannak neki van biztos terve arra, arra hogy mit szeretne. Én De nem nem, tájékoztattam meg. nem nem. A város, város erről Tehát nem, nem jutott semmilyen... be terveket. Vagy ne, ugye az előzetes építési a... engedély, kérelmet, vagy nem tudom, mit szoktak ilyenkor. A, Ez évben a képviselőtestület elfogadta erre területre vonatkozó volt üveggyári ingatlanra vonatkozó változtatási tilalmat. De most jelenleg várjuk a tulajdonosnak a jelentkezését. Apropó, ki a tulajdonos? Mert én úgy tudom, hogy el is adhatta esetleg várszegi ura, vagy a Fotex. Én úgy tudom, hogy még ő maradt a, ő. a tulajdonos, de hát nyilván nem jelenti be, mert nincs bejelentési kötelezettsége. Hát vagy... igaz, ember kutakodhat az interneten, aztán én nyilván. is amatőr módon próbálkoztam, és akkor jutottam el, hogy eladja az érdekeltségeit, vagy nem tudom, átrendezi meg, vagy luxemburgi cég a, igazán a tulajdonos, tehát ez ez nyomon követetetlen Na, szerintem igen, egy idő után, főleg, hogyha a cégek adnak, vesznek portfóliókat. Igen, hogy most éppen miben mi van benne? Hát ez csak a szindikátusi szerződések esetleg tartják. Igen, igen. Uh, De bízom benne, bocsánat. Igen. Tehát én bízom benne. Bidna, hogy, miben eh, hogy, 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 hogy hamarosan jelentkezni fog az éppen aktuális tulajdonos, azzal, hogy ő szeretne itt valamit tenni, és szembesülni fog azzal, hogy a város erre nyitott, egyszer, másodszor nagyon vár, tényleg nagyon várjuk. a a, a tulajdonosi körnek a jelentkezését, hogy lássuk, hogy mit szeretne. Én egyet nem szeretnék ipart. Ugye ez most jelenleg egy ipari besorolású övezet, az üveggyári telek. Én azt gondolom, hogy ott újabb ipart telepíteni, az, az helytelen lenne. Én szakmailag egyértelműen azt gondolom, hogy, hogy egészen más irányba lehetne gondolkodni. Nem szeretnék a tulajdonosnak most tippeket adni, hogy, hogy mi lehetne ott-ott jó. Vannak nyilván elképzeléseink. De, de várjuk a tulajdonosnak a jelentkezését. Például egy közpark, vagy bármi. az de akkor le kell mondani a nyilván arról a területről, mert ezt nem lehet. De ez... nyereségesen üzemeltetni egy közparkot nehéz. Tehát hát nem mint üzleti vállalkozás látja nem, a jövőt. Egy másik ö, ö, érdekes kérdés a városban, ugye? És már ezzel ö, elég sokat foglalkoztunk mi is, mármint televízió, meg újság, meg hát a város politikusok is ugye a tornapatak medrének rendezése, pontosabban a városon átadó szakaszának átépítése, korszerűsítése, ami árvízvédelmi szempontokat is figyelme vesz, és, esztétikai szempontokat is figyelme vesz, sőt, praktikus szempontokat, hogy a, városlakók városlakok jobban tudják használni azt a területet. Ez egy több éves program nyilvánvalóan, és a vorrásait sem biztos, hogy lehet látni, de most hogy halad ez a program, hogy még mindig terv? Hát a tervezésnek a végső szakaszában vagyunk, bár elindultunk egy viszonylag szűk patak hosszal. A, a legveszélyesebb szakasz, ugye? Hát a leg legérintettebb, ugye itt a belvárosi szakaszsal kezdtünk el legelőször foglalkozni, annak a revitalizációs terveivel, majd amikor. Belementünk a részleteibe, akkor szembesültünk azzal, hogy ez, 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 ez csak ezzel a szakasszal nem, nem lehet foglalkozni, ki kell bővíteni ennek a terletét, és akkor eljutottunk a felső szakaszon egészen a, a volt Malom épületig, az Irona Malomig, tehát gyakorlatilag a Béke utcai szakasz vagy terlettől, és egészen már lenjárunk majdnem a Pénzes Hídnál. Tehát gyakorlatilag. A... Ez már több kilométer. Akkor. Igen, több kilométer. Ez nyilván nagyon sok bonyodalmat okoz. Az az egyik legnagyobb nehézség ebben a kérdésben, hogy nagyon sok területet, nagyon sok uh, uh, szervezetet érint ez a. Egyfajta parki területekre? Ugye a patak, Önmagában el. ugye vannak hatóságok, mint a vízügyi igazgatóság, környezetvédelem, uh, keresztezik közművek, utak. Ugye ezt a patakot több helyen is, többféle rendszer, és ezeknek az összekoordinálása, egyeztetése nagyon bonyolult és hosszadalmas folyamat. Vannak már engedélyeink, de mondom, hogy azért még, még van feladat az előkészítésben is egy egyrésztrén. Tehát nyilván el lehetne kezdeni most már a, a kivitelezési munkákat, de már megvan a jogalapja a legnagyobb szakasznak. Még források után próbál a város nyúlni, és. Igen, és olyan, ez egy rendőri intézkedés, hogyha már elkezd az ember, be is kell fejezni. Tehát nem elég elkezdeni építkezést, tudni kell, hogy mi lesz Igen. a vége. Igen. Tehát nem lehet félbehagyni. De én azt gondolom, hogy ez, ez nagyon időszerű probléma ennek a patak revitalizációnak a rendezése, mert, mert ez, ez egy nagyon, nagyon fontos. Mennyire számítható számíthat a város, mondjuk a megye támogatása, vagy mondjuk a uniós forrásokra, mert én azt város, el valahol. Város önmagában kevés ahhoz, tehát nincs meg az önkormányzatnak akkora forrása, amit, amit meg tudna akár egy pár éves ütemezett kivitelezéssel is valósítani. Az én ismereteim szerint nyilván én nem, nem én vagyok a költségvetésnek a legjobb ismerője, de azért, amit én gondolok ennek a nagyságrendjére, az tényleg több milliárdos projekt, és több milliárdot előhúzni az önkormányzati költségvetésből. Mikor éppen elvonják a több milliárdot, ugye? Ugye most a helyzetben, meg pláne. Ezt így biztos, hogy nem gondolom önmagában, hogy a város ezt le tudja finanszírozni, tehát kell külső forrás biztos hozzá. Hogy most ez nyilván a polgármester úr tárgyal a sok felé próbál források után nézni, vannak ígéretek is, hogy, hogy, lesz ebből következő időszakban hozzátett külső forrás, remélem, hogy így lesz. Én nagyon, nagyon szeretném, mert ez egy nagyon, nagyon kényes és fontos probléma, amit meg kell oldani, és én azt gondolom, hogy nem lehet ezzel már várni nagyon sokat, hiszen az egyik hídunk szerkezete már nem annyira erős, hogy kibírjon még évtizedeket. Tehát biztos, hogy akkor be kell avatkozni, az is pénzbe kerül, de ha már hozzányúlunk, akkor hogy nyúlunk hozzá? Tehát ez egy nagyon kesekusza. Igen, bonyolót. olyan, mint egy fürdőszob hogy leesett egy csempe, de akkor már kapjuk ki a kádat is, mert ez meg a zuhanyrózsát. Tehát ez nem, nem úgy megy, az ember a, azt a bizonyos beavatkozást elvézi akkor ennek tovább gyűrűző hatása van. Pontosabban gazdaságtalan, gazdaságtalaná válhat egy beavatkozás, hogyha később kell lerombolni, amiatt, mert folytatni akarjuk. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy visszatérve a patakra, az lenne az ideális, hogyha ha meg lenne a, a komplet szakaszra a, a forrás, és egyben meg lehetne valósítani. Ha ez így nem fog fennállni, akkor nyilván el kell gondolkodni, hogy hogy lehet ezt szakaszolni, miket kell úgy megépíteni első lépésben, ami nem üti a következőket, és nem fogja feleslegesen drágítani az összköltséget. Mert nyilván azt tudja mindenki, hogy ha, ha szakaszolva van egy kivitelezés, nem csak az időbeni elhúzódása miatt is, hanem az átfedések bizonyos plusz műszaki tartalmak megvalósítása, ami a szakaszolásból fakad, ez, ez, ez drágítja a végeredményt. Tehát én akkor lennék igazán boldog, hogyha ez együttemben meg tudna valósulni. Nyilván azt is látom, hogy egy ilyen megvalósítás sem fél év, hanem ez is több éves projekt lenne. És hát gondolom, a politikai szándék is kell hozzá, mert egy országgyűlési képviselő oda nyilatkozott minősítve ezt a projektet, hogy minek az ajkajaknak színpad a vízparton. Tehát ennél azért összetettebb kérdésről van szó, lehet, hogy a színpad nem igazán nincs is benne, csak ő azt a lépcsős részt úgy gondolta, hogy az egy vízi színpad lenne, vagy valami. Tehát azért mondom, hogy itt a hozzáállás is nagyon fontos. Én úgy látom, hogy a meglévő források elosztásán ez nagyon sokat számít. Viszont van még egy dolog, amire szeretnék rákérdezni, és szintén a Vízzel is összefügg, meg az ajkával is összefügg ez a Városligeti tó környéke. az Idén, idén hallhattunk egy prezentációt ezzel kapcsolatban, hogy eléggé jelentős változások várhatók. Ott is hídépítés, futópálya, világítás, szabadidős terek és így tovább. Ezt hogyan lehetne Igen. most jellemezni, vagy, vagy milyen időhorizontra lehetne ezt kivetíteni? A legtöbb rész, van, van, a városliget megítélésem szerint egy picit jelenlegi formájában arról tehát ennél több lehetőség van a tekintetben, hogy a, a, a lakók mennyire tudják intenzíven kihasználni, használni ezt a szép adottságú közterületet. És első nagyon fontos lépése volt nyilván a, a, a tónak a, a kotrása, ami ugye elkészült majd a következő lépés annak a környezetének a rendezése, amikor ha kimegyünk a ligetbe, akkor látjuk, hogy azért még van, van ott tennivaló a földmunkával is, tehát még vannak még ott hátralévő feladatok bőven, és, és, utána jön a következő lépés, hogy, hogy a, a, környezetét hogy fogjuk rendbe tenni, hogy fogjuk olyan helyzetbe hozni, hogy, hogy tényleg mindenki megtalálja a saját Lehetőségét a használatára, hogy minél többen ki tudjanak menni a Ligetbe, városligetbe, és azt tényleg pozitívan megélve a változásokat, jól tudja magát érezni, akár jó időben, vagy kevésbé jó időben. Hát a felvázolt és említett projektek előkészítése megvan, tehát a, a futókör, a, a tó körül az, az meg lett tervezve, ki lett találva, megvan a helye, az anyag használata nyilván, hogyha ezek az alap földmunkák már készen lesznek, akkor neki lehet állni ezeknek a megvalósításának is. A híd is meg lesz újítva. Azt gondolom, hogy a jelenlegi, illetve a ezt megelőző híd is, az a faszerkezetű híd, de abban a konstrukcióban az nem, nem életképes. Hát már egy most új is híd vannak, így van. Ez a híd kiváltása kell ugyanazon a nyomvonal, ugyanazon a helyen egy, egy alumínium szerkezetű hídra, ami, aminek kifejezetten örülök, hogy anyagát tekintve alumínium lesz, hiszen azért a, a város kötődik ehhez az anyaghoz, Igen. és ez egy ilyen kerek egy történet szimbólum lesz. Szimbólum is egy. Tehát, hogy egy, egy városközponti híd az, az, ezt az anyagot. Akkor kapja. a Löbeli és, és, támogatja nem néhány Mercedes hidat beépíteni, mert <laughs> azok hátsó hidak az nem ugyanaz, mint a Igen. közlekedés. Bármi lehet, bármi lehet. Tehát nyilván ott kap egy, egy kicsit letisztult és szerintem szép formavilága bíró hidat. Próbáljuk a, a tóvendéglős tulajdonost is arra sarkani, hogy ezzel egy időben az ő épülete is megújuljon, kaphasson új teraszokat, egy kicsit új szemléletből megközelítve a vendéglátás és a, a környezetének a kapcsolatát azt gondolom, hogy megvan a hajlandósága részéről, hogy, hogy ebbe belefogjon. Tehát gyakorlatilag van ugye előkészítés alatt a, a is a, az új helyszíne hát lehet. A női ugye igen, igen, van? Igen, igen, azzal kiegészítve szobor környékét. Tehát ott, ott, sok változás lesz, nagy részén azt gondolom el fog kezdődni jövőre és, és bízom benne, hogy minél hamarabb... Egy kis práter lesz a egy, város Igen, közöttben. igen egy, egy nagyon, szóval nagyon, nagyon, osz, nagyon, jó kis élhető liget lesz a városban. Még Szeretném, egy dolgot szeretnék kérdezni, ez mondjuk összefügg a gasztronómiával, tehát mondhatnám úgy, hogy habatortán. A belvárosból ugye bejelentkezett egy gyors étterem, lánc, hogy ott építene valamit, és a rendezési terveket ennek megfelelően már módosították is, ha emlékezetem nem csal. Ez a dolog hogyan áll most? Az információim alapján tavasszal neki a kivitelezésnek. Ugye a rendezési terv az már szolgálja ennek a fejlesztésnek a biztosítását, az építési engedélye is úgy tudom, hogy már megvan a fejlesztésnek, mennek nyilván a háttér előkészületek, a kivitelezés kapcsán. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez tavaszi időszakban már uh, láthatunk ott az építkezésre vonatkozó jeleket. És uh, az, hogy mi, mennyi idő alatt fog ez megvalósulni, az, az már nyilván a befektető múlik. De hát feltételezem, hogy ha már belefognak bele egy kivitelezésbe, akkor az a cél, hogy minél hamarabb befejeződjön és uh, működjön. Tehát lehet, hogy már jövő év vége felé, vagy azt követő év elején e, használatba lehet venni az épületet. A publikus már a neve a teremnek, mert előttek arról volt, hogy ne rontsuk az az üzletet, hogy volt, a visszatáncoltak, amiatt, hogy túl korán szerőztették meg ezt a hír, de most már ez nem túl korán, mert gyakorlatilag gondolom a szerződések készen vannak arra, hogy megjelhet itt a beruházó és elkezdheti a ezt én most nem tudom eldönteni, nem akarok erre válaszolni, mert nem, nem, nem ismerem az ilyen irányú részleteket, tehát nyilván nem az én tiszteletem. Jó, akkor Egy gyors ételmi lánc egyik eleme lehet itt ezen a területen, a Aikán, a belvárosban. Én És azért majd optimista vagyok egyébként, hogy a város... is vásárolni. Én biztos, hogy lehet hamburgát vásárolni. <laughs> Én, szeretném egyébként, hogyha a városközpontban nem csak gyors étterem lenne, hanem, 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 hanem lassan átalakulna a városközponti üzleteken kívül azért egy, egy, olyan étterem is, ami, ami tényleg vonzó lehet és minőséget képvisel, és, és én, én, összekötöm ezt a ezt a de elképzelésem a patakrevitalizáció. Mert én, én biztos vagyok benne, hogy a patakrevitalizáció megvalósulva azon tervek mentén, amit előkészítettünk, akkor nagyon nagy esélyt látok arra, hogy a patak felőli oldalon ki fog tudni alakulni egy egy olyan gasztronómiai is, Mint a hogy még a vizen is van é, é, terem, Igen, mert igen. szerintem van rá igény, én azt gondolom, van rá igény, van is rá fizetőképes kereslet a városban. A szolgáltatók egyenőre még főleg így a Covid idején kivárnak. kivárnak ez lehet, hogy jó abból a szempontból, hogy mire, mire a patak revitalizáció szintre kerül, hogy túljutunk a Covid-on, és akkor lesz hozzá fejlesztői szándék is, üzemeltető, aki, aki, ezt megvalósítja. És akkor, akkor azt gondolom, hogy, hogy úgy, úgy jó lesz. Ki lesz egyensúlyozva a gasztronómiai városközpontban, hogy Igen. lesz gyors is, meg, meg lesz más hát, mire minden, minden összefügg, ugye például a csingeri turisztikai fejlesztésekhez kellenek más szolgáltatások is, nem csak ott egy látványos kiállító terület, hanem étterem, szálláshelyek, és így tovább, tehát ez már igényli a befektetői hozzáállás pozitivitását is, hogy ezt a furcsa kifejezést használ. Hát köszönöm szépen, hogy nyelkadták, hogy eljött hozzánk a stúdióba, és zárjuk azzal az ígérettel, hogyha megszületik a testületi döntés a, a völgyi, Rekonstrukcióról, ami ugye holnapra várható, mostani idő szerint, akkor visszatérünk erre a témára. Köszönöm szépen még egyszer. Szívesen. Minden